A Blanka valahol van. Igen? Na azért mondom. Ja, jó. De idáig mindig kijött. Ma az első nap, hogy tököl. Aha. Jó reggel. Kicsim, tudsz mindent. Extra hosszú erdő körül, körbe haza. Question, szemem fénye. Összegyűltünk rózsaszirmokat, hoztam volna. Mit? Rózsaszirmokat. Hát olvastam tegnap. Mit olvastál? Eseményeket. Rózsaszírom, inkább egy, hallod, valami jó morva is ligavicát hozzá, mint rózsaszírmokat. Na jó, gyerünk, nem kell itt izélni. A magánéletet nem keverjük a munkába. Gyerünk, odafigyelj, szeresd őt. Kim van az egész derekad, a segged, mindened. Most komolyan mondom. A seggem. Vegye. Mi nem szégyened. Na. Hát nem a segged, az gyönyörű csípőd, amit imádok. Hopp. Figyelj, hogy hányan néznek hátulról. Baszd meg. Gratulálunk, Csanyika! Mihez? 56 felett tudok lovagolni, ahhoz? Jó, de kapcsolatban, de lehet üzleti kapcsolat. Ja, tényleg, bocsánat. Annyi minden lehet, gyerekek, a mai világ. Én más milyen. Na, oda figyeljetek szépen. Jól is nézel ki azóta. De jó is néz. Én. Hát, hogy a fiak, hogy oda rázni, hát elmegyek. Azt várjuk a többieket, hogy kijön. Tényleg. Adok ennek a csinos hölgynek adnék egy puszit. Ha megengedi. Megengedi? Oldalról is? Nem tudom. Itt szemből így. Most én kapok, vagy nem kapok? Nagyon gyorsan, mert nagy verekedés lesz. De az, hogy lehet így felöltözni, ha látom olyan mondom? Hát hogy? Hát szétfagyok így. Miért van lezárva? Azért, mert műtalád jártak, meg bevetettek egy-két cuccot. Én van lezárva ez a cucc. Jobb pályára mondta. Jó, oké. Pihenő?